Á, már le is rázta, már nyújtózott is a kiskutya. Na gyere, menjünk, jó? Úgy, ügyes a durcikám, igen. Gyere, durci drága. Gyere, jön a Csabi is, minden oké. Okay. Igen, mindenki jön. Ő is jön. Úgy, ó, gyere. Kiskutya, ügyes, mehetsz. Szóval elvileg mindent is tud, de mivel ez az első közös sétánk, amiben nincs jelen a gazdi, ezért hozom a flexipórázt, biztosan mi tuti. Meg van rajtam, látjátok milyen szépen a sorrendben jön, igaz? Ő tudja egyértelműen, hol van a helye. Igaz, Dulcesz? Dulceszom, igaz? Szóval biztosan mi tuti, hoztam még egy pórázt. De mivel őt azért így ismerjük, megnézzük, hogy póráz nélkül első körben hogyan reagál. De azért itt van ez a kiképző póráz is. Igaz, Dulcikám? Hogy. Na, ugye nyílik a kapu. Mindenféle gond nélkül. Jó hallom, hogy jön valami, vagy csak fúj a szél? Fúj a szél, jó. Látjátok? Nincsen eszébe, sincsen, hogy ő kimenjen. Mert a Dulci ilyen okos kis kutya, igaz? Nála nem készültem jutalomfalattal meg ilyen butaságokkal, mert semmi szükség. Na menjünk, gyere! Ó, nagyon ügyes vagy. Jól van, Duci? Jól van. Nagyon ügyes, mehetsz? Igen, nagyon ügyes vagy. Minden kutyának, amikor érkezik, van egy procedúra, hogy amin végigmegyünk, ezt nem tudom mindig végigbutogatni a számomra, már halálosan unalmas, amikor ugye a döntéshozatali hármas egységet gyakoroljuk, illetve az adott területet körbeszimatoljuk. Na gyere, menjünk! Hop, hop! Jaj, te ügyes ez a durci! Nagyon ügyes ez a durci! Megnézzük ugye a távolságokat, meddig figyel rám, amikor nem szólok neki, akkor hányszor néz ide. Azaz, jaj, de szép, mehetsz! Egy ide nézés. Egyből mondom is neki, hogy mehet a dolgára, szabadság van. Jaj, de szép keverék vagyok! Mi ez azért? Nagyjám úgy volt, hogy gólyafos a levegőbe itt kering, figyelitek. Hopp, ott van egy idegesítő kutya. Kíváncsiak, hogy megjelenik-e és ráugat-e. Három lábon pisilő kis csaj, megszokott. Igaz? Jaj, de ügyes ez a durci! Magától ide jön közel, nagyon ügyes kis kutya! Második ránk nézés. Ott történik valami, fel se veszi, nagyon ügyes. Na közel van az út, ugyan még ez egy nagy séta, de azért megnézzük, hogy durcika vajon bejön-e, ugye? Elmegyek mellette, gyorsan iramodik, nagyon ügyes kis kutya, ugye? Figyeljétek, hány méter kell hozzá, hogy kövessen, legrosszabb esetben is, pak, ennyi. Juhú, de durcesz! Jött egy humán, nem zavarja. Durci, gyere ide, légy szíves! Gyere ide, gyönyörűm. Jaj, de szép. Így, nagyon szép. Gyere mellettem. Duc, úgy. Gyere mellettem, légy szíves, jó? Ne nézelődjél, figyelj rám. Durci, gyorsan ide, gyere gyorsan. Úgy. Ide szépen mögém, ugye? Nagyon ügyes kis kutya. Gyere, menjünk, gyere mellettem, jó? Durci, na, ha így megiramodik, akkor jön a póráz. Ezt odaadom, mert ez nem kell. Gyere, gyönyörű, mert egy kicsit féltelek, jó? Mert még nem ismerem a reakcióidat. Jó, ezt fölvesszük. Még csak durci. Maradok. Gyönyörű kis kutya. Benne itt van szépen a villétája, ahogy az kell. Jaj, hogy nyíkodik ez a nyakör. Valahol csak be akar, hogy... Szóval ez itt egy biztonsági kötél. Na gyere, gyönyörűm! Arra van, hogy a kutya biztonságban legyen, hogyha te maga bizonytalan vagy. De nem húzunk, tudod? Duci? Úgy, köszönöm. Laza póráz, a jó póráz. Így. Nagyon szép. Új helyen van. Nagyon izgatott. Nagyon szeretne menni. Gyere, Duci, ide lábhoz! Gyere ide lábamhoz! Úgy. Hiába van pórázon, úgy csinálok, mint a szabad lenne. Így tudunk gyakorolni. Na gyere, átmegyünk. Úgy, lassan. Nagyon ügyes kis kutya. Ott ugatnak, én is hallom. Duci, gyere.
gyere ide. Igen, jaj, de ugye ide, ide, okos, ül. Ül a Dúci szépen. Nagyon jó kutya vagy. Nem kell már neki ez a póra, ez biztonsági kötél. Leszed. Mehetsz. Ügyes vagy. Na, úgyhogy akkor ilyen szépen kolbászolgatunk, elleszünk, láthatóan bejön, láthatóan figyel, láthatóan leül, láthatóan mindent megcsinál. Úgyhogy vele csak ez lesz, megyünk ki pingpongozni, aztán nézzük meg, mennyi idő, mire utánunk jön. Szuper vagy! Nem sok. Na. Úgyhogy egy jó kutyával ilyen a séta alapvetően, és még akkor is szükség lehet pórázra. Természetesen nem csak azért, mert mondjuk te bepánikolsz, amit nem tudsz jól csinálni, hanem más esetleg megijed a kutyától, akkor is ugye, ami nagyon fontos, bármilyen kutyát elengedsz, a behívás az alapvetően működjön. Persze, hogyan tudod a behívást gyakorolni, ha nincsen elengedve? Hát ez egy örök paradoxon. Úgyhogy kellemes gyakorlás, még jelentkezni fogok. Sziasztok!